Húsvét van a kereszténység legnagyobb ünnepe. Az új szövetség szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik napon vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A valláson kívül húsvét a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet a húsvéti nyúl és a húsvéti tojás szimbolizál. A húsvét vasárnap a föltámadás vasárnapja, a liturgikus év legnagyobb ünnepe. Ferenc pápa a feltámadás napján a Szent Péter téri ünnepi misén mondta el húsvéti béke üzenetét, valamint Urbi et Orbi apostoli áldásban is részesülhettek a hívek. A Szentatya kitért a világot sújtó szörnyűségekre, az éhezésre, a háborúkra, az emberkereskedelemre és a gyermekek gyötrelmes helyzetére. Felszólította a világ vezetőit és minden politikai felelősséget viselő szemét, hogy tegyenek az erőszak megszüntetéséért, hogy minden áldozat számára elhozzák a szabadságot. A feltámadás fénye világosítsa meg elménket és térítse meg szíveinket, tudatosítva bennünk minden emberi élet értékét. 2,11 ezrelék alkohollal a szervezetében szenvedett autóbalesetet egy 26 éves férfi Palicson. Miután elvesztette az irányítást a gépjárműve felett, leszaladt az úttestről és egy oszlopnak ütközött. A belügyminisztérium szabadkai tagjai kizárták a forgalomból és 12 órás őrizetbe vették. A férfi ellen eljárás is indul erőszakos és ittas vezetés miatt. Elhunyt Tordi Géza színművész, közölte a Magyar Nemzeti Színház szombat este. A Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, 85 éves volt. Budapesten született 1938. május 1-én, már 16 évesen tagja volt Versényi Ida műkedvelő színjátszó körének. 1956-ban felvették a főiskolára, de abban az évben nem indult színészképzés, azonban Zák János, a kaposvári színház igazgatója, oda vette segédszínésznek. Mivel nem járt főiskolára, a gyakorlatban sajátított el mindent, amit a színpadon, filmen, televízióban, szinkronban meg lehetett tanulni. Egy interjúban azt mondta, hogy legalább 10 év telt el, mire igazán színésznek nevezhette magát.